10 perccel a vége előtt az lett volna a kérdésem, az első kérdésem, hogy eldőlt-e, de hát megválaszolták a máltaiak. Így van, így egyáltalán nem dőlt el. Az a 3-1, ez egy olyan eredmény, amiből tényleg azért bármik is ülhet. Nyilvánvalóan úgy készülünk, hogy győzelemre fogunk játszani a visszavágón is, és úgy szeretnénk kiharcolni a továbbjutást. Az biztos, hogy nem kényelmesedhetünk el, és az első pillanattól kezdve nagyon koncentráltan kell majd játszani, és maximális fordulatszámon pörögni ahhoz, hogy a máltaiaknak ne adjunk esélyt. 3-1 I think is good result. We lost the last goal in the end, but it's not over with 3-1, but okay, we are happy. Nem mondanám azt, hogy elkényelmesedtünk, talán nem tudtuk annyit birtokolni, főleg az első fél időben a labdát, mint amennyire készültünk, mint amennyire talán megszokhattuk, és ezt futásra kellett olykor kompenzálni, és lehet, hogy jobban elfogytunk talán az erőben is a végére, mint más mérkőzéseken, és nyilvánvalóan ilyenkor a koncentráció is fogy, tehát ez óhatatlan. Úgyhogy ennek is köszönhető szerintem ez a végén bekapott gól. Hogy láttad egyébként az utolsó gólt? Mint csúszhatott el? Tolódás, vagy mi volt ott a probléma? Sajnos ugye az ellenfél csatára nyert egy pár harcot a Lássa ellen, egy előre vágott labda volt, igazándiból 2-1-ben megvoltak a belső védőink a csatárral, az volt a probléma ugye, hogy pont kifelé tudott beállni a Lássának az ellenfél csatára, és ezáltal a Miha nem tudott odaérni, biztosítani. Nagyon szépen becenterezte igazából a labdát, utána a Geri azt mondta, hogy talán a védőnk lába között jött el a labda, én ugye azt nem láttam. Ő is azt, mert nagyon közel volt ahhoz, hogy ki tudja rúgni, de sajnos nem sikerült, és a hosszú nagyon jól érkezett a máltaiak játékosa, és kellő erővel és kellő pontossággal tudta befejezni az akciót sajnos. Említettem, hogy beálltál, és ráadásul egy félig új szerepkörbe, hiszen én már láttalak támadó középpályásként, de azért inkább te az a hatos box-to-box játékos vagy. Mennyire tetszik ez az új szerepkör, és mennyire elégedett vele, Drábrog úr? Nem, ez most csak egy ilyen aktuális megoldás volt, igazából annyi lett volna a lényeg ennek, hogy már próbáljunk ott elől letámadni, és amennyire lehet még ezeket a felívelt labdákat is megakadályozni, vagy minél hamarabb olyan ívelésre késztessük őket, amiben belehibáztak esetleg. Azt mondom, igen, hogy inkább a 6-os vagy 8-as pozícióban érzem jól magamat, de most itt nem a játéknak a szervezése volt az elsőleges szempont, nem azért állítottak be oda. You haven't started the last two match, maybe because of your injury. How is it now? No, now is for sure is better. In the first two games I had one small problem. But now fortunately is better and I'm happy for this. Ugye most érkeztek új igazolások, te az előző idényben kulcsember voltál, alapember voltál. Mennyire lehet ez most változni? Hát igen, most ez változott, mert most egyelőre nem vagyok benne a kezdőben, de próbálok úgy dolgozni az edzésen is, meg maximumot nyújtani. Nyilván nem véletlen gondolom, hogy az edző is próbál megadni egy pár játékpercet minden mérkőzésen, mert látja, hogy próbálok megtenni mindent, hogy visszakerüljek a kezdőbe. Igazából ez egy egészséges harc. Most tényleg minden poszton van most már legalább két olyan játékos, akit bármikor oda lehet rakni. Úgyhogy remélem, hogy ebből profitálhatunk majd a bajnokságban is, amikor több fronton kell helytállni. It's the question of the coach. I'm football player. I think just focus in the field and in the training guard. Stop. This is my answer. Na leláton azt hallottam, hogy esély sem az körülbelül Gróf Dávidnek a bizonyítása, hát az utolsó védéseddel meg aztán végképp. Igazából, ahogy mondtam is, minden nap, minden edzésen, minden mérkőzésen az a célom, hogy olyan teljesítményt nyújtsak, hogy elégedettek legyenek velem, és továbbra is az én nevemmel kezdődjön a Ferencváros összeállítása. Örülök, hogyha ez így látszik a lelátó, hogy jó teljesítményt nyújtok. Továbbra is ez lesz a célom, hogy ez így maradjon, és természetesen szeretnék a továbbiakban is hozzátenni a csapat sikerességéhez. If you go through this stage next week, you will play match to one of the European Cups. Do you remember
When did you play the last match in a European Cup? In Juventus, long time ago, but I not remember the last game. But was in the group with Juventus, and was nice experience.